Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben azt tűztük ki célul, hogy a következő évben 150. születésnapját ünneplő Szent György Egyetemi Oktatókórház főorvosait, munkatársait mutassuk be. Vendégem Rühl Miklós főorvos, fülorgégész szakorvos, gyermekfülorgégész, audiológus, csak kimondtam. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok. No, nagyon-nagyon fontos ez az időszak számunkra. Fontos, mert hogy ugye egy nagy ünnep lesz a következő esztendőben, ez a másfél évszázad. Ugyanakkor fontos, hogy emlékezzünk arra az időszakra, amely megteremtette annak a lehetőségét, hogy a Székesfehérvári Kórház, a Szent György Egyetemi és Oktatókórház az legyen ami, amit méltán említenek Magyarországon az élvonalban. Ez hozzájárult nyilvánvaló az az átmeneti időszak, amikor Kuhár főorvos úr megteremtette ennek a lehetőségét, és ide csábította, ahogy tetszik, Pécsről és máshonnét is. A jó híre természetesen jöttek, és valóban egy egészen kiemelkedő kórház intézmény születhessék. Nos, hát az ön indítatásáról kérdezem először is, hiszen azt tudjuk, hogy a Teleki Blanka gimnáziumban tanult. Egy fiatalnak milyennek voltak a lehetőségei a 70-es évek közepében, végében arra, hogy a választott hivatását úgy elérje, mert nyilvánvaló, hogy a Telekiben erre volt lehetőség. Hát nekem rendkívül könnyű helyzetem volt, mert az édesapám is fülorgégész volt, és így én az ő nyomdokait követve lettem fülorgégész, habár eredetileg én gépészmérnök szerettem volna lenni, de ezt az elképzelést a szüleim nem támogatták. És készültem is erre a kérdésre egy kicsit, mert számítottam rá, hogy ilyen dolog lesz, és hadd mondjak el itt egy dolgot. Minden játékot megvettek nekem a szüleim, és ezek voltak azok a játékok, amik megteremtették azt a ismeret halmot, amik lehetővé tették azt, hogy orvosi pályára menjek. Egyetlen egy játékot nem vettek meg nekem. A Videoton gyárnak volt egy áramkör tervező játéka, és ezt egész egyszerűen nem vették meg nekem. És én gondolom azért, mert érezték bennem azt az őrült érdeklődést a technika iránt, és úgy gondolták, hogy elvitt volna engem az elektronika egy más irányba, és nem lett volna sikeres az irányultság, amit ők nagyon támogattak, hogy én orvos legyek. Tehát ez lett volna a kapcsolódási pont, igen, a gépészmérnökség felé. Igen. És tehát nekem otthonról volt egy nagyon nagy indítatásom, ugyanis otthon magánrendelt édesapám, rendszeresen találkoztam a betegekkel, a hozzánk érkező vendégeknek a legnagyobb százaléka orvos volt, és orvosi témákról beszélgettek, és lehetőségem volt arra, hogy ezekben a beszélgetésekben részt vegyek. Nem voltam kiküldve a szobából, és ez a későbbi életemben, már a szakmában töltött életemben is, a döntéshozatalokban mindig időnként előjött, hogy akkor hogyan beszélgettek ezek az idősebb kollégák. Viszont viselte a döntés felelősségét, ezt nyilvánvaló a tanulmányi eredményén is meglátszott, hiszen azért az orvosegyetemhez akkor egészen kiváló tanulónak kellett lenni. Hát azokban a tárgyakban, amelyekben a felvételi... Tehát biológia, fizika. Igen, azokban valóban igyekeztem a legjobbat hozni, és muszáj is volt. De hát azért a többiben nem voltam a legtökéletesebb, ezt el kell, hogy ismerjem. Tehát felvették a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, és ez egy nagyon-nagyon fontos, hiszen ezek az évek még azok voltak, amikor az egyetem szárnyalt, a Pécsi Egyetem. Mi mindent lehetett megtanulni a professzoroktól? Kik voltak azok, akik a legnagyobb hatással voltak önre? Én a fülorgégész professzor urat is említeném meg, a Bauer professzor urat, aki édesapámnak jó barátja is volt, és amikor egyetemre jártam, akkor lehetőséget biztosított arra, hogy néha bemenjek hozzá a klinikára, még az előtt, mielőtt a fülorgégészeti tanulmányokat
kezdtük volna, és nagyon sok érdekes dolgot mutatott nekem, és ez már akkor magával ragadt engem. A fülorgégészetnek az a szerte ágazó képességeket elváró mi volt, amit semmilyen más szakmában nem látok az orvostudományban, csak a fülorgégészetben. Én őt emelném ki, mint igazi magával ragadó személyiséget. Tehát egy pillanatig nem volt kétséges, hogy amikor megszerezte az általános orvosi diplomáját, akkor a szakirányt választásnál az orrfülgégészetet választotta. Menet közben volt egy megremegésem, mert a kaposvári kórházba jártunk gyakorlatra, és ott nagyon nagy lehetőséget kaptam, ugyanis a szülészeti osztályra az oktatási időn kívül is be lehetett járni, műtéteket nézni és asszisztálni, már orvostanhallgató koromban, és akkor egy időre nagyon vonzott az a pálya, de végül is a fülorgégészet mellett döntöttem. Tehát 1987-ben szerezte meg a szakvizsgát. Igen. Merre vezetett az útja? Itt voltam végig Székesfehérváron. Egy hónapra mentem el Siófokra csak, de utána rögtön vissza is vezetett az utam. De különböző tanulmányutakon tudtam részt venni, ezek néhány hónapostól néhány hetes tanulmányutak voltak, de mindig itt voltam Székesfehérváron, fülorgége osztályon. Ugye az édesapjáról, Rül Jánosról már beszéltünk. Igen. Gondolom, hogy örömmel fogadta, hogy folytatja azt a tradíciót, ami a családot jellemezte ebben az értelemben. Hát ez, hiszen ő egy legenda volt itt. Hát ez azért is különös volt, mert ő volt az első főnököm. 9 évig dolgoztunk együtt, mint apa, fia és főnök beosztotti viszonyban. Nem volt egyszerű egyáltalán ezt az állást megkapni, hogy az ember a saját apja beosztásába kerüljön. Ez valóban egy nagyon... Szigorú mentor volt? Nem. De benne a kórházban nem volt szigorú, de mikor otthon beszéltünk, ott mindig rendkívül szigorú volt velem. Tehát az elvárások azok nagyon be voltak osztva, hogy mit, hogyan vár el tőlem. És ez azért nem volt furcsa, mert ez az egyéb életünkben is ugyanilyen volt. Tehát nem lehetett kilógni semmivel. Mondhatjuk azt, hogy többek között ez is volt a szakmai fejlődésének az áloga? Hogy egyrészt odafigyelt arra az emberre, arra a főorvosra, aki egyébként az édesapja volt, aki a mindennapokban már bizonyította, hogy ez a szakirány mi mindent követel meg egy orvostól. Rettentő nagy szerepe volt, de nem hinném, hogy az ő szerepe nagyobb vagy kisebb lett volna Móricz főorvos úr szerepéhez képest, mert az ő szerepe az én szakmai fejlődésemben legalább olyan fontos volt, mint édesapám, mert ő legalább olyan szigorú volt, mint az édesapám. Úgyhogy nem tudom a kettőt ilyen szempontból szétválasztani. Igen, nemrégiben beszélgettünk Móricz főorvos úrral, aki úgy fogalmazott, hogy ő előre tudta, hogy ön lesz az utódja, majd erről később beszélünk nyilván főorvosként. Mi mindent lehetett megtanulni, mit kellett hozzátenni a gyakorlatban ahhoz, amit az egyetemen elsajátított? Mert ez is egy folyamat. Hát az egyetemi évek csupán a legalapabb, elnézést, hogy ennyire rossz szót használok, részét képezik ennek a tudásnak, ami a szakorvosi tevékenységet jelenti. Isten igazából a szakmát az ember az osztályon tanulja meg, a többi kollégától, az idősebb kollégáktól, elsősorban az osztályvezetőtől, és a másik, ami nagyon fontos, hogy az ügyeleti időszak az, amikor érkeznek azok a betegek, amelyek egy olyan feszült idegállapotban zajló kapcsolatot jelentenek, ami tényleg elmélyíti az ember tudását, amikor egyedül is van az ember, és még jobban kell figyelni, még jobban tudja memorizálni az eset kapcsán azokat a tudásmorzsákat, amiket utána össze kell állítani egy hatalmas nagy ebéddé. Így van, de ez legalább bizonyossággal töltheti el. Ráadásul ugye híre megy annak, ez ma is így van, de nyilván, és nem is változott soha,
hogy azokat a szakorvosokat különösen kedvelik a betegek, függetlenül attól, hogy betegséggel érkezik oda, akin látja, hogy azon túl, hogy gyógyít, és ért hozzá nyilvánvaló, hanem egy kicsit többet ad önmagából, és segíti. Ez fontos egyébként ennél a szakiránynál, hiszen itt a legfontosabb az orrunk, és ezt nagyon komolyan mondom, a fülünk, a beszédkészségünk, és ez mind-mind ezen a szakirányon működik. Hát ez egy kicsit talán olyan, mint a színészet. Átélés nélkül semmit nem ér egy szerep. És személyes kapcsolat nélkül egy orvos-beteg kapcsolat szintén elgépiesedik. Kell egy kicsit a saját személyiségünkből is adni akkor, amikor a beteggel beszélgetünk, és elmondjuk neki akár a legegyszerűbb eset esetén is, hogy miről van szó, és amikor azt kell megmondani a betegnek, hogy nincs tovább, ez ugyanolyan, hogy mondjam, átélést igényel, mint egy tragikus szerep, a tragikai szerep egy színész életében, és amikor ilyen dolgokról kell beszélni, akkor az emberből egy kicsivel több maradott, mint amennyire úgy az emberek számítanak. Tehát nagyon nehéz. Tehát a kórház elindult a fejlődés útján. Nyilvánvaló, hogy ez megmutatkozott az eszközállományban is. Ennek hogy vehette hasznát egy orrfülkiegész? Hát a gazdasági igazgatónak a nyakára kellett járni, és meg kellett győzni őket arról, hogy a gazdasági vezetést, hogy a kórház fejlődéséhez milyen eszközökre van szükség. És hát sikerült is nagyon sokszor az elképzelésünket ráerőszakolni a kórház vezetésére, akik elég jól segítettek minket ebben a fejlődésben. És a korábban elindult elképzelés, miszerint ami az újszülöttkori hallásszűrés bevezetésével indult Magyarországon, ezt még Móricz főorvos úr által szervezett seregélyesi kongresszusok, illetve ilyen workshopok kapcsán indult el ez a dolog. Pitel professzor úr jött mindig seregélyesre, ő indította ezt el, és ennek kapcsán, aztán amikor én kerültem aztán élére, ennek a továbbfejlesztésére nem csak a hallásszűrés, tehát hogy kiderítsük azt, hogy melyik újszülött születik hallássérüléssel, hanem a már kiszült újszülötteknek az ellátását is el tudtuk kezdeni. Tehát ez egy nagy lépés volt. Ez egy nagyon nagy lépés miért volt. Miért és mikor érezte szükségét, hogy tovább kell lépnie, hiszen a szakvizsgája után 11 évvel pontosan csecsemő gyermekfül és orr és gégegyógyászatból is szakvizsgázott? Hát ez úgy alakult, hogy én lettem az, akinek a feladatává vált az, hogy a gyerekgyógyászaton kellett átmennem, és a gyermekeket kellett vizsgálnom, és ennek kapcsán döntöttem, hogy ha már ilyen nagy tapasztalatra tettem szert a gyermekek vizsgálatával, akkor ezt a szakvizsgát is leteszem. Igen, ez rendkívüli felelősség mindenképpen. Mit kapott ettől a szakvizsgától egyébként? Mi az a plusz, ami felvértezte, hogy a gyermekeket is ugyanolyan szinten tudja kezelni? Hát csak egy közhelyet tudok erre mondani, hogy azt szokták mondani, hogy a gyermek az nem miniatürizált felnőtt, hanem egy teljesen más rendszer, és ennek a szemszögéből tudom tekinteni a gyermekeket, és ez az, ami egy kicsit talán szélesíti a gondolatkört az emberben. Ugye a Szent György Kórházban dolgozó orvosok és ápolók folyamatosan tapasztalhatták, hogy egyre inkább kitágul a világ abban az értelemben, hogy rendkívül sok olyan orvos került ide, akik a publikációik révén, illetve szakmai tudásuk révén bejárták Európát, a világot, és ez folyamatosan, én azt hiszem, hogy hatással volt az orvos-beteg kapcsolatra is. Az orrfülkiegészet hogy tudott ebből profitálni? Hát ha más orvosokról, akik bejárták a világot, kell beszélnem, én nagyon sokat köszönhetek Altorai professzor úrnak, vele nagyon sokat beszélgettünk különböző műtéti technikákról, és az ő által használt technikáknak egy részét tudtam adaptálni
a fülörgégészetre is, például az endoszkópos technikáknak egy másik fajtáját, amit én őtőle láttam, és ez egy nagyon nagy segítség volt nekem. Ugye azt tudjuk, hogy Magyarországon közel 1 millió ember él valamilyen fokú halláskárosodással. Ennek kapcsán ön úgy fogalmazott, nem is olyan nagyon régen, hogy mindent megszülető gyermeket szűrni kell, a vizsgálatot még azelőtt elvégezzük, hogy az anyuka újszülöttjével elhagyná a kórházat. Ez egy következő lépcső, ez egy fontos pillanat? Ez egy nagyon fontos pillanat, és ez már így van nálunk a kórházban több éve. És ez a halláskárosodás felismerése, ez úgy tűnik számunkra, hogy megint csak újdonság erejével hat. Mert az óhatatlanul is az emberek többsége nem szívesen vallja be, hogy most fogalmazunk úgy, hogy a köznapi nyelv mondja, hogy süket, vagy süketedik. Hát ez sajnos a társadalom hozzáállásából fakad, mert az embereknek egy nagyobb része visel szemüveget, mint hallókészüléket, és az embereket nem zavarja az, hogy valakin szemüveg van, de az, hogy valakinek azt mondjuk, hogy hallókészülék viselése javasolt, ettől mindenki óckodik, mert azt fogják rám mondani, hogy én egy süket vagyok. Mondom, de hát a szemüvege meg látszik, hát maga akkor vak, hát nem vak, csak a szemének szüksége van egy korrekcióra. A hallókészülék is egy korrekciós berendezés, és ezzel próbálom rábeszélni az embereket, de nagyon sokszor van az, hogy valaki óckodik a hallókészülék elfogadásától, és mikor fölhelyezzük rá, ezt le se vegyék. Egyszerűen újra kinyílik a világ, az addig bezárkózó embereké, ismét be tudnak kapcsolódni a beszélgetésekbe, nincsenek félreértések, és nem húzódnak vissza ezek az emberek. És a gyerekekkel ugyanez van. Nem szembesültünk korábban ezekkel a problémákkal annyira, mert ezek a gyerekek kivonódtak a társadalomból korábban, nagyot halló iskolájába kerültek. Most viszont, hogy ilyen jó minőségű hallókészülékek vannak, és lehetőség van ezeknek az illesztésére, a hallássérült gyerekek a normál hallók iskolájába kerülnek, és beilleszkednek a társadalomba, mintha semmi problémájuk nem lenne. Csupán rárakuk egy hallókészüléket, mint egy szemüveget. Tehát tulajdonképpen ez adta azt a pluszt is, hogy az audiológus szakterületet válassza, amely ugye tudjuk, hogy a hallással és a halláscsökkenés diagnózisával, illetve szűrésével foglalkozik. Így van. Ez egy következő lépcső? Igen, ez egy következő lépcső volt ez az audiológiai szakvizsga. Ez feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy ezeket az ellátásokat csinálhassuk. Ez egy elvárás is a szakma részéről, hogy rendelkeznie kell osztályvezetőnek audiológiai szakvizsgával, ha ilyen problémákkal foglalkozunk. Beszéljünk egy kicsit az idegi típusú halláscsökkenésekről. Ez is gyakori mostanság? Hát rendkívül gyakori, és a zajos munkahelyen dolgozó emberek esetében ez különösen jelentkezik. Rendkívül fontos lenne a zajvédelem, amit hiába propagálnak a különböző üzemek, a munkások elhanyagolják ezeknek a hallásvédőeszközöknek a viselését, és ez is hajlamosít arra, hogy idegi típusú halláscsökkenés alakuljon ki. Azon kívül nagyon sokféle gyógyszert is szedünk, aminek adott esetben lehet halláskárosító mellékhatása. Ugye sokat olvashatunk arról, hogy ez a komplex újszülöttkori és kisgyermekkori hallásrehabilitáció kezdeti lépései milyen fontos volt a kórház életében. Nyilván a szakorvosként, főorvosként ezt ön indította el, úgyhogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy egy kicsit beszéljünk erről. Hát ez annak kapcsán indult el, hogy az újszülöttkori hallásszűrés teljessé vált. És jelentkeztek azok a gyerekek, akiket ennek kapcsán el kellett látni. És korábban ezeket a gyermekeket Budapestre kellett küldeni a Heinpál gyermekkórházba, ahol megkapták a megfelelő ellátást. De elhatároztam, hogy ezt itt Székesfehérváron is megvalósítjuk, mert nem mindenki engedhette meg magának ezek közül, a szülők közül, hogy rendszeresen feljárjanak a gyerekekkel Budapestre, és ezt mikor elindítottam, akkor legnagyobb megdöbbenésen nagyon nagy segítséget kaptam kórházon kívülről is. Tehát amikor ezt néhány embernek úgy elmondtam a játszótéren, akkor ezt úgy rendkívül jó néven vették emberek, és végül is a nagy hangzárolt süket kamránkat ennek köszönhetően tudtuk
megvalósítani, mert ott tudtam meg a homokozóban, hogy van itt Székesfehérváron egy szakember, aki ilyenek gyártására képes. És ez engem lenyűgözött annak idején, mikor az egész országban nem találtam olyan szakembert, aki ilyet hajlandó lett volna nekünk csinálni, és akkor a szomszéd utcában előkerült egy úr, aki mondta, hogy ezt ő meg tudja csinálni. És ilyenkor rettenetes büszkeség öntötte el a szívemet, ezt be kell, hogy valljam, mert tehát, hogy mondják, hogy hol legnagyobb a szükség, legközelebb a segítség, és ezt az ember lemerevedve tapasztalt, hogy valóban így van. Nagyon fontos, amit mondott. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy újszülöttek, nyilván a születésnél azért a szülő felelőssége is tetten érhető, viszont a kisgyermekkorban ez ugyanúgy fontos az óvodnő, óvodában, bölcsödében, illetve a szülőknél. Tudják ezt a szülők, illetve a szakemberek? Hogyne. A legkisebb jeleknél már kérik a vizsgálatot. Hál' Istennek nagyon gyakran úgymond vaklárma a riasztás, de azért egy csomó esetben kiderül, hogy a megkésett beszéd fejlődés mögött nem egy központi idegrendszeri probléma húzódik meg, hanem egy egész egyszerű halláscsökkenés. És a gyerek megkapja a hallókészüléket, és szinte minden egyéb terápia nélkül elkezd rendesen beszélni. Van egyébként visszajelzés, mármint abban az értelemben, hogy tudják, hogy létezik ilyen, és elégedettséggel tölti el azokat, hogy igen, van kihez, és van hova fordulni. A pedagógiai szakszolgálattal van egy szorosabb kapcsolat, és ők tudják küldeni a gyermekeket hozzánk, úgyhogy közvetlen csatolás van. Egyébként én visszajelzésnek veszem az ön Berzsenyi Zoltán díját egyik oldalról, Szent György emlékérmet nem különben. Egy ilyen elismerés mennyit segít a hétköznapokon? Hiszen ez egy ünnepi pillanat nyilván. Hát mind a kettő rendkívül felemelő volt. A Berzsenyi Zoltán díjén pedig különösen, mert hát ő egy tragikus sorsú kórházigazgató volt, és az valóban megható volt a Berzsenyi Zoltán díj átadása nekem. Azért is talán, mert még mikor gyerek voltam, akkor azok az idősebb kollégák beszélgettek róla a nálunk zajló beszélgetések kapcsán, és akkor még nem volt teljesen világos, hogy mi is történt vele, és erre akkor emlékeztem, mikor megkaptam ezt a díjat, hogy később derült ki, hogy pontosan mi is történt ő vele. Ráadásul vannak önzetlen segítők. Gondolok itt elsősorban arra, hogy az eszközbeszerzésre nemrégiben ugye az Arkonik Alapítvány 75 000 dollárral segített. Én azt hiszem, hogy jó helyre került ez a pénz. Igen. A műtőre rekonstrukciójával kapcsolatban, illetve felújításával kapcsolatban, és egy idejűleg kaptuk meg ezt a monitoros műtétek segítségére való eszközt, és hát elsősorban a fiatalok használják ezt nálunk. Ez egy teljesen újfajta, egy ahhoz hasonló optikai berendezés, mint amit az altörlő tanár úr kapcsán említettem, hogy egy optikával tekintjük a műtéti területet, és a monitoron látott kép alapján történik a műtét. De be kell, hogy valljam, ez már nem az én műtéti technikám. Ez a fiatalok műtéti technikája, és ezért nagyon örülök ennek különösen, hogy ezt az ő tovább lépésüket fogja ez Isten igazából szolgálni, nem is az én tevékenységem. Ez kicsit akkor úgy van, mint mikor Szent Ágotai professzor megmutatta Romhányi professzornak a mikroszkópot, és elámult, hogy ez már nem az övé. Igen. Jó. Viszont nyilvánvaló, hogy a fiatalok számára, a fiatal orvosok számára ez óriási előrelépést jelent, hiszen az eszközbeszerzés az mindig kiemelten fontos. Egyébként mennyire népszerű ez a szakirány a fiatal orvosok között? Hiszen említettük, hogy nagyon-nagyon sok halláskárosult él Magyarországon. Mi nem panaszkodhatunk olyan szempontból, hogy a fiatalok megjelennek az osztályon, mert minden állásunk be van töltve, és két rezidensünk és egy szakorvos jelöltünk van még a középkorú és idősebb kollégákon kívül. Az ország más területén azonban úgy
tudom, hogy azért hiány van a fülorgégészekből. Reméljük talán ez egyszer csak megváltozik, és több kedvük lesz az embereknek fülorgégészel. Tehát így a végezetül a Szent György Kórház jó úton jár. Önnek milyen álmai, vágyai vannak, amelyeket még szeretne megvalósítani? Az ötödik szinten, ahol most jelenleg vagyunk, az épület másik oldalán az idegsebészet és a szemészet foglal helyet, és megbeszélést folytattunk az idegsebész főorvos úrral, hogy meg kéne próbálni egy úgynevezett Kopfklinik kialakítását, tehát amit én annak idején Heidelbergben láttam, hogy a fejen elhelyezkedő valamennyi problémát egy közös osztály keretébe összehozni, ami a fülorgégészetet, az idegsebészetet, a szemészetet és a szájsebészetet jelenteni, és ez egy olyan komplex látásmódot tudna kölcsönözni ennek az összeállított osztálynak a szemléletében, ami talán teljesen újdonság lenne itt Magyarországon. Még ilyet nem láttam Magyarországon. És van ennek realitása? Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy van. Nos, hát akkor én azt kívánom, hogy valósítsák meg. Mindannyiunk azt hiszem, hogy profitálhatunk belőle. És köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Jó egészséget kívánok önnek, mindnyájuknak. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!